Kélont a tudományos rendszer szótár a Séjana Dén és az Őrzők Szövetsége. Szerkesztő Arek Papavics magyar nyelvre fordította eredetek teremtői központja ETK szerkesztettes Hana F6G3. F6-7 tűzvédelmi kódok hasadás és fúz. Lángok tűzbetűkód, genetikai időkódok, lást, fényszimbólumkódok, vecakódok, az emberi DNS-ben 12 szunnyadó génkód található, amelyek a 15 kristálypöcsét közül 12-nek felelnek meg, és amelyeket egyenként genetikai időkódoknak, transmutációs kódoknak vagy tűzkódoknak neveznek. A 12 tűzkódot együttesen szilikátmátrixnak vagy kristálygénnek nevezik. Ez az emberi szervezet eredeti génszerkezete. Minden egyes DNS szál egy tűzbetű kódot és kalárhullám program sorozatot képvisel, amely a tudatosság energia egy dimenziós frekvenciasávjának felel meg. Ezek a szunnyadó génkódok lehetővé teszik, hogy a különálló DNS szálak egymásba kapcsolódjanak, ami a sejttranszmutációhoz szükséges feltétel. A 12 szunnyadó DNS kód 12 csillagkristálypöcsétnek felel meg, és mindegyik kód a csillagkristálypöcsétben található frekvenciákat és fényspektrumokat hordozza. A DNS makkódok torzulásain keresztül a szilikát mátrix tűzkódjai. Összeomlanak és nem tudnak többé működni. Működő tűzkódok nélkül a test bezáródik a téridő dimenziós helyére. A szilikát tűzkódjai a DNS makkódok torzulásainak kiavításával helyreállítják működésüket, ahogy a makkódok javításra kerülnek, a tűzkódok újra összeállnak. Voyagers 2, 477. oldal, hasadás és fúzió. Polarizáció ősi törvény. Hasadás, bővítés, etimológia, fissio, fissio, a findere split, hasít szóból. 1. Felosztás vagy részekre bontás 2. A test spontán osztódása két vagy több részre, amelyek mindegyike teljes szervezetté fejlődik. 3. Egy atommag felhasadása, amely nagy mennyiségű energia felszabadulásával jár. Fúzió, összehúzódás, etimológia, fusió, fusió a fundere szóból. Egy egyesülés olvasztással vagy mintha olvasztással történt volna. Kettő, különböző, eltérő vagy különálló elemek egyesülése egységes egészé, Merriam Webster Dictionary, a partiki, a tudatosság eredeti egysége, minden pólusú, magában hordozza az összes polaritás lehetőségét vagy semmit. A partiki fázis átalakítás során a partikia hasadás révén két kisebb polarizált egységre, a particumra, PCM, amely negatív töltés polaritású és mágneses energiáformákat eredményez, és a partika, PKA-ra, amely pozitív töltés polaritású és elektromos energiáformákat eredményez, hasad, tágul. A partiki fázisok fúziója során a particum és a partika összeolvad és újra egyesül, összehúzódik egyetlen mindenpólusú pólusú partiki egységként. Lást, partiki phasing, bevezetés a monádokba, osztálymodul, a partiki, pki, egységek, partiki fázisok jellemzőjének sajátja a belső hasadás, tágulás és összeolvadás, összehúzódás ősi törvénye, ami a skálár hullámpontok be és kikapcsolását hozza létre. Lángok, sugárzási lángok, sugarak, lángtest, amikor színes lángokról beszélünk, akkor a frekvenciák többszörös sávjaira utalunk, amelyekből a morfogenetikus mezők állnak. A színek a fényspektrumát képviselik, a fény pedig a dimenzionált elektrotonális frekvenciák mintáinak megnyilvánulását. Eredeti formánk a sugár tudatosság. A su sugár tudatosság lineáris mozgását fogjuk érzékelni magunkban, de valójában a sugarak a lángok, a lánglények. Mi is lánglények vagyunk. Lást sugáresa, az Isten nyelvének használata, modul kézikönyv, 31. oldal, a lángoknak van ikerlángjuk, vagy párhuzamos lángjuk. Az egyik az elektromos alapváltozást tartja és hím nemű, a párhuzamos láng pedig a mágneses alapváltozást tartja, és ez lenne a női láng kozmikus óra modul kézikönyv a morfogenetikus mezőn belül az egy hét dimenziók frekvenciasávjainak összekapcsolásával egy bolygó vagy egy személy felemelkedhet a fejlődhet az anyagalapú rendszerekből a tiszta érző tudatosságba. Ez az evolúciós folyamat. A narancs színű láng az első, második és harmadik dimenzió frekvenciájából álló álló hullám mintázatot gyelképezi a kék láng elektromos kék láng halvány zöld árnyalattal, a negyedik, ötödik és hatodik. Dimenzió frekvencia mintáit képviseli a menti botja. A kettős láng gaia magjában az ibolya és halvány arany láng, amely lehetővé. Tenné a számára, hogy összekapcsolódjon a metagalaktikus magfehér. Arany lángjával az amenti botja, a kékláng, a föld és az emberi vonal evolúciójának kulcsát képviseli, és a naprendszeretek bolygóinak evolúciójának egyik kulcsát. Voyagers 2, 14. oldal, D2 a föld morfogenetikus mezejének narancs D5 terő morfogenetikus mezejének kéklángja, D7 gaia morfogenetikus mezejének ibolya lángja. Ezek a lángok a bolygó 15 morfogenetikus makristálypöcsétjéből hármat képviselnek, amely a bolygót a 15 dimenziós morfogenetikus mezőjéhez kapcsolja. Voyagers 2, 475. oldal, lásd még Amorae Flame, Leetora, Ondra 360. F8 alapítói fajok az 5. denzitás 3-Breneo kollektívája a 13., 14. és 15. dimenzióban létrehozta az első három manifest alapítófajt a 12. dimenzió anyag előtti hidroplázmatikus. Cristos folyékony fénymezejében az anyag sűrűsödésének belépési pontján. Jóval az emberi genetikai vonal megteremtése előtt a mi időmátrixunkban. Más néven a Palaidia birodalmak magfajtái. Voyagers 2. 272. oldal. Egy az Elohei Elohim feline alapító fajok, más néven Anuhazi vagy Jöran Sirian fehér, és a feline Aquatic majom nevű anyu. A smaragdrend Breneau által létrehozott, mára elpusztult Jöra, Aramaten a nevű negyedik denzitású bolygón, amely az egyetemes templomos komplexum 12 csillagkapujának adott otthont. 2. A serafei serafin madárrovar hüllő Krisztus alapító Más néven szerez vagy madárnépek vagy kariaiak. A Breneau aranyrend által a Jöravega nevű Denszöti négy bolygón létrehozott, a Jöravega nevű bolygón, ahol az egyetemes templomos komplexum tízes csillagkapuja van. 3. A Braharama cetfélékvízi majom majom pegazus krisztusi alapítófaj. Továbbá az Inyu, a Bálna népe, néven ismert, nem a Delfin népe és a Pegasi, a Pegazus néven ismert, a Breneau ametisztrend hozta létre a Jöra Avion nevű, mára elpusztult negyedik denzitású bolygón, ahol az egyetemes templomos komplexum 11. csillagkapuja volt. Ez a három denszöti négy bolygó. D-12 Aramatena D-11 Avion és D10 vega, a maradéka vega csillagként jelenik meg az első denzitásban, és a rajtuk lévő startkapuk mind a jöran csillagképben találhatók. Ez a teremtés ősi hármasa, így vált ismerté, jöra bölcsőjeként, az élet kiindulópontjaként a mi időmátrixunkban 950 milliárd évvel ezelőtt, földi idő szerinti fordítás. Az időmátrixunkban manifestálódott minden életforma genetikai kódja és megnyilvánulási tervrajza a negyedik denzitás három elsődleges krisztusi alapító faj genetikai kódjának és biológiai kifejeződésének kombinálásából jött létre. E három elsődleges Krisztus alapító faj a 13. 14. és 15. dimenzió Keras ha elsődleges fénymezejéről került beültetése a negyedik anyagsűrűség előtti 12., 11. és 10. dimenzióba. Ez a biztos alapítófaj elvetése az egyetemes templomos komplexum természetes csillagkapuin keresztül történt, amelyek az időmátrixunk dimenziói között nyílnak. Voyager's -i 161. oldal az alapító fajok folyamatos erőfeszítései a béke és a biztonság helyreállítására ebben az időmátrikban a teremtésükért viselt felelősséget tükrözik. A szabad akarat teremtésének kiváltságával, amelyet egykor az alapítófajok kaptak a janáktól, és amely 950 milliárd évvel ezelőtt mozgásba hozta az időmátrix életmezőjét, az alapítók tudják, hogy felelősek azért, ami ebben az időmátrikban történik, és felismerik, hogy ők csinálták a rendetlenséget, így jogos felelősségük, hogy eltakarítsák ezért az alapítófajok és az őrangyali nemzetek, lást őrző szövetség, folytatni fogják a válságkezelési erőfeszítéseiket, bármeddig is tart a tapasztalati idő szempontjából. Az alapító nemzetek nem akartak ilyen káoszt, és nem is számítottak arra, hogy az időmátrixon belüli polaritás drámák ilyen szélsőségeket érhetnek el, olyan szélsőségeket, amelyek más életrendszerek strukturális integritását és jólétét fenyegetik, messze az időmátrixunkon túl. Voyagers i. 187. oldal F9 szabadság tanítások a szabadság tanítása, amely a föld Krisztusi angyali emberi vonalának jogos öröksége, a maharata belső Krisztus szent szellemi tudományos tanításai és a teremtés történelmi feljegyzései ebben az időmátrikban, ahogyan az a smaragd szövetség evolúcióján keresztül feltárult. Az igaz szabadság tanítása nemek és fajok közötti egyenlőséget tanítja, és nem támogatja a külsődleges Isten imádatát. Arra ösztönöz, hogy a világ népei és vallásai a kölcsönös szeretet, tisztelet és az angyali emberi szabadság közös zászlaja alatt egyesüljenek. Elősegíti és fenntartja a Krisztusi örökségünket, az örök életet, amely a 12 szálú DNS szablon Krisztusi angyali emberi evolúció természetes terméke. Ez a könyv az őrangyali nemzettársakkal való közösséget tanítja, amely a föld csillagkapuinak nyitott használatán keresztül valósul meg. Átjárás a Föld természetes csillagkapuin keresztül a 15 dimenziós időmátrixunk magasabb mennyországába, felemelkedés a sűrűségből, hogy megtapasztaljuk, amikor csak akarjuk, az újraegyesülést és a tudatos, örökös együttteremtő egyénben létet a forrásistennel. Ezek a kiváltságok és a személyes, fai, bolygói, galaktikus és egyetemes evolúció iránti felelősség, amit az ilyen kiváltságok jelentenek, a mi örökségünket képviselik, mint Krisztusi angyali emberek a bukott angyali légió hamis hitvallása külső istenek, angyalok és hamis megmentők imádatát támogatja, elveti a belső Krisztus és az emberi szabadság igaz tanításait, és az emberiséget tehetetlenségbe, félelembe és alárendeltségbe taszítja, és eltereli az emberiség figyelmét arról, hogy elfogadja az angyali fajként való örökségét, és az emberi sorsot hamis istenek kegyelmére bízza. Emberi bábokat hoz létre a külső Atyaisten imádat irányított dogmáján keresztül. E hamis, patriarchális, külsődleges Krisztus a bukott angyali hitvallás népszerűsítésével az emberiségnek megtagadják a jogát arra, hogy személyes, szeretetteljes és felhatalmazó kapcsolatban legyen a forrásisten és az alapító fajokkal. Az emberi előjog marad, hogy a valóságnak milyen értelmezését az én és Isten meghatározását választjuk, hogy elismerjük, tiszteljük és a szerint cselekszünk. Voyagers -i 177. és 180. oldal, lást, kérdések a megkülönböztetéshez. A szabadság tanítások, a maharata, belső Krisztus smaragdrend MC tanításai megvalósításával az angyali emberi 12 szálú DNS szablon regenerálódhat a földi emberi fajok között, és a felébredt angyali emberek megteremthetik maguknak a lehetőséget az önirányított felemelkedésre a sűrűségből vagy a biológiai halhatatlanságra bárhol a sűrűségi rendszereken belül. Voyagers i 184. oldal az alapítók belső Krisztus szakrális tudományos tanításai, szabadság tanítások révén az emberiség megtanulhatná újra aktiválni az angyali emberi 12 szálú DNS szablonját, így az emberek ismét képessé válnának a fejlett bolygó templomos mechanikák használatára, amelyek az emberi DNS szablonon keresztül futnak. Ha az emberiség képes újra felébreszteni a szunyadó angyali emberi dns szablonját, akkor az emberi test biológiailag kapcsolódni tud a Föld-bolygó templomos bolygókapú rendszerének elektromágneses funkcióihoz, ahogyan eredetileg is tervezték. Az angyali emberi potenciál megvalósításával az emberek nem csak önmagukat szabadítanák fel, hanem az őrangyali nemzeteknek is segíthetnének a Föld felszabadításában, azáltal, hogy biztosítják a Föld a menti csarnokait és visszaszerzik a napszól csillagkapu négyet az őrangyali nemzet védelme alá. A bukott angyali légió tudja, hogy ha továbbra is emberek tömegeit tudnák arra ösztönözni, hogy hűséget fogadjanak külső istenalakoknak és isteni képviselőiknek, ahogyan azt a sumér Anu atyaisten népszerűsítése óta teszik, akkor a végidők holoketztját követően rengeteg emberi példány állna rendelkezésre a hibridizációhoz. A bukott angyaloknak csak annyit kellene tenniük, hogy a Földre látogatnának az általuk hirdetett szent alakok alakjában, ahogy a végidők drámája kibontakozik, mivel a belső Krisztus tanításainak valódi erejétől megfosztott és megváltásra vágyó emberek örömmel követnék, ahová a bukott angyalok vezetnék őket, hogy új mennyországot kezdjenek a Földön, és megvalósítsák régóta áhított álmukat a Föld uralmáról. Lást, egy világrend, Voyagers 19. 190. oldal. F10 frekvencia híd, frekvencia kerítés. Frekvencia híd. Csillagászati spirálhíd. A magasabb dimenziós Merkaba mezők nem tudnak közvetlenül kapcsolódni a Föld alacsonyabb dimenziós Merkaba mezőivel, ezeknek az M elektromágneses spiráloknak más csillag Merkaba mező spirálokkal kell összekapcsolódniuk, hogy egy frekvenciahíd jöjjön létre a magasabb és alacsonyabb dimenziós Merkaba mező spirálok között. Ez a frekvencia frekvenciahíd csak bizonyos időszakokban fordul elő, amikor a különböző csillagrendszerek Merkaba mezői közvetlenül összehangolódnak egymással. 4x26556 évente eu ciklus, 2 2x25556 éves időszak elején és kétszer a végén. Amikor ez a spirális emmerkaba mezők összehangolása megtörténik, a Földnek lehetősége van arra, hogy részecskebázisának pulzációs sebességét a magasabb dimenziós időciklusok pulzációs sebességére emelje. Ilyenkor megnyílnak a harmonikus univerzumok, dimenziós sávok és időciklusok közötti intödimenzionális időkapuk, átjárók, és egy bolygó vagy személy felemelkedhet felemelkedés a magasabb dimenziós időciklusok vagy a formán kívüli megnyilvánulás e bolygórendszereibe. Voyagers 2 471. oldal frekvencia kerítés Tömeges frekvencia szabályozó eszközök, mint a harp, amelyek végül képesek lesznek megzavarni a kiválasztott emberi agyi mintákat. Ezáltal blokkolva a belső kormányzati ellenőrzésen kívüli forrásokból származó frekvenciákat. Mint például a más dimenziós lények csoportja által közvetítettek, valamint a személyes és kollektív lélek mátrikból származó frekvencia minták. A frekvenciakerítés egy olyan technológia, amelynek birtokában azok vannak, akik az egyetemes fizikát jól ismerik. A hanghullám minták manipulálásával sok mindent létre lehet hozni, mert az energia, amit hangként azonosítotok, az a ragasztó, ami összetartja az anyagmintákat az időmátrixon belül. A hang irányítja az anyagot, és így bármit, ami anyagba burkolózik, közvetlenül befolyásolhat a hang. Az emberi DNS egy nagyon specifikus frekvencia mintázaton belül működik. Ez a frekvencia irányítja a test összes folyamatát, és így a biológiai szervezeten keresztül megtapasztalható érzékelés típusát és tartományát. A frekvenciakódok, amelyeken belül a tudatos fókuszálásod zajlik. A frekvenciakerítés érzékelési blokkot hoz létre azáltal, hogy megváltoztatja az elektromos impulzus mintákat, és ezáltal a biológiai struktúrán belüli kémiai és hormonális műveleteket. Ez a perceptuális blokk korlátozhatja az érzékelés tartományát, szó szerint gátat képezve a kiválasztott elektromos impulzusok vagy frekvenciák számára egy biológiai szervezetben. Lást, Perceptuális Interferencia, Voyagers -i 62. és 79. oldal. G1 Gaia, Galaktikus Mag, Gelizic Állam Gaia a Föld, Hu 1, és a Terő, Hu 2, 7, 8, 9 dimenzió, Hu 3, megfelelője. A Föld harmadik denzitású kifejeződése. Voyagers 2, 5. oldal, Gaia a Polaris csillag vagy Sark csillag néven is ismert. Fényfesztivál Egyesült Királyság 2006. Kiegészítés. 2022-ben a Földbolygó kozmikus szellemi nevét is tudhatjuk. Tehát a szintjei és annak nevei egy 3 DS fizikai földnek, hu 1 a 4 6 DS lelki szintje tara, hu 2 7 9 DS felettes lelki szintje hu 3 10 12 D Krisztusi felettes lélek szintje, hu 4 Aramatena 13 15 D kozmikus szellemi szintje lédistjenna, hu 5. Lást Sabine Sangitar. Galaktikus mag galaktikus és metagalaktikus maga tejútrendszer galaxis formatartó morfogenetikai lenyomata a D9 frekvenciasávban található, így a D9 a galaktikus magot képviseli. A D9 galaktikus mag térbeli értelemben az Andromeda csillagrendszerben található. D8 tartja az egész 15 dimenziós univerzum, időmátrix, morfogenetikus mezejét, és így a metagalaktikus magnak tekinthető. A D8 metagalaktikus mag térbeli értelemben az Orion mintaka csillagrendszerben található. Voyagers 2 470. oldal a galaktikus maga tudatosság 9. dimenziós szintjének felel meg. A metagalaktikus maga tudatosság 8. dimenziós szintjének felel meg. Az Aura mező 14 rétege a 8. dimenziós metagalaktikus magon belüli központi ponton keresztül kapcsolódik egymáshoz. Ez a középpont képviseli azt a pontot, amelyen keresztül a formák eredeti morfogenetikai lenyomata bekerült a 15 dimenziós rendszerbe, időmátrix. Minden forma és lény így kitörölhetetlenül kapcsolódik egymáshoz és az univerzumhoz az egymásba fonódó morfogenetikus mezőkön keresztül, amelyek a D8 középponton keresztül egyesülnek. A metagalaktikus mag Voyagers 2, 454. oldal, Lást, oversoul Matrix, Gelizit állam a geleázi állapot a megnyilvánulás előtti állapot, az anyag előtti állapot. Ez a határvonal a között, hogy még mindig egyé válunk a tudati mezővel, amely a forrás nem megnyilvánult teste, és hogy megtesszük a lépést a megnyilvánulás. Szinterére a geliziánus állapot egyfajta anyag előtti állapot. A gelízikus állapot megértésével megérthetünk egy os és urz nevű dolgot is, amelyek valójában a tárolt elektromos potenciál mértékegységei, és nagyon specifikusak a mennyiségüket illetően. A taurenek megértésével megérthetjük a gelízi állapotokat. Denver, 2006. július, szakrális szexualitás workshop, a Tauren 4 TH belső a egységén belül 9 különböző gelíziac tudatú réteg létezik. Phoenix 2006. Áprilisi Workshop. G2 geomantia szimbólumok, vezérlőkódok a geomantia a belső fény, elektromosság és hang rezgés a frekvencia egy meghatározott mintázata, amelyet az energia mentális irányítására használnak az emberi morfogenetikus mezőn keresztül. Lást szimbólumok, vecakódok, magas vecakódok, ez a fényhang minta, skalármezők vagy skalársablon álló elektrotónusos hullámmezők, egy sajátos skalár képvisel, amely a hangfrekvencia. Sajátos elektrotónusos egységeire épül, amelyek többdimenziós elektromos árammal vannak átitatva. A geomantia hullámvezetőként és megnyilvánulási szablonként szolgál az emberi morfogenetikus mezőn belüli energiámozgás számára. A geomantia vezérlő kódok olyan hullámvezetők, amelyek a 15 dimenziós spektrum minden egyes dimenziós mezején belül irányítják a hullámspektrumok fókuszát és megnyilvánulását. Minden dimenziónak számos kiegészítő geomantikus irányítókódja és egy elsődleges geomantikus irányítókódja van, amelyeken keresztül az adott dimenzió frekvencia hullám mintái az emberi morfogenetikus mezőn keresztül alakíthatók és irányíthatók, hogy a kívánt eredményeket hozzák létre az anyag megnyilvánulásának tervrajzán belül. Nagyobb értelemben a geomániák a dimenzionált tudatosság állomásait is képviselik, élő, többdimenziós intelligencia részeit, amelyek hatalmas mennyiségű sűrített információt és tudást tartalmaznak. Lást: Junasai Matrix a lélek kézzelfogható struktúrája, kézikönyv-glosszárium, 9. oldal. A Keylontit Science technikák a geomanciás, fény, hang, elektromágnesesség és skalárhullámok geometriai mintái hullámvezetőként használják a kristálytest skalárrácsainak megváltoztatására és beállítására, hogy a kívánt jótékony hatásokat hozzák létre a manifest körülményekben. A lélek kézzelfogható struktúrája, kézikönyv glossárium, 25. oldal. A geomágiák és a tűzbetűk azok az építőelemek, amelyeket az isteni elme a teremtés feldolgozójaként használ. A geomániák a tűzbetűk összetett csoportosítása. A lélek kézzelfogható szerkezete, előadás átiratok. Hatodik oldal, lást, Junasai Mátrix. G3 Isten magja, Gátszéd. A forráson belül, az Isten mag szintjén, az Isten magok teremtett halmazai vannak. 12. Mindegyik készletben. Az Isten magot átitatják a junasai által birtokolt tudatosság jellemzőivel, és így önmagán belül kisebb tudatszerkezeteket hoz létre, amelyek a junasai által meghatározott struktúrákat tükrözik. Az exponenciális fraktalizáció folyamata az Isten mag képviseli a gestalt tudat forrás családját, amelyen belül az individuális identitás szintjei léteznek. A junasai sok Isten magot teremt, és kozmikus rendünk szerkezetéhez viszonyítva 24-2-12-es csoport, elsődleges Isten mag kollektíva van a kozmoszunkban és a megnyilvánuló univerzumokban. Ezeket a jusette identitásokként ismerjük, és az Isten elméjével való örökös egységben lét állapotában léteznek. A tudatosság Isten csíra gestaltjának megteremtése az első lépés a lépcsőfok teremtésben. A lélek kézzelfogható szerkezete 37. oldal. Mind a 12 eckasha isteni magvető láng az eckasha magvető atomközpont lángján keresztül kapcsolódik egymáshoz. Lást a 360 Isten magláng, a tanácsok megjegyzése 2004. December 11. Stepe, az Adédondra 360 és az Adoni Host. Az istenmagok mindegyike 12 monádból álló halmazokat hoz létre, és a tudatossági szint minden egyes lefelé lépése 12-es halmazokban történik az Isten mag, mint a forrásból való individuáció első szintje, tartalmazza a tudatosság eredeti pulzusának teljes mintázatát, amelyel a megnyilvánulásba jöttetek. Minden megnyilvánulás, minden individuáció a következő halmazokon alapul 12. -dik. A monád, a reuthe oszlopok, a katara rács, a DNS mind a 12-es mintán alapul. A 12-es pozíció magában hordozza az egész mintát. A prima istenmagok azok, amelyek a tudatosság eredeti impulzusának teljes energiáját tartalmazzák. A melkizedek istenmag egyike ezeknek, és a 12 istenmagból álló 12 pozíciót képviseli. Magában hordozza a kódokat, a fény és hangsablon mintákat, amelyek lehetővé teszik a tudatosság formába öntését, a halmazában lévő összes többi istenmag kódjait, és ezért képes a többi istenmag bármelyikének a mintáját visszaállítani, ha a családi vonalak lefelé lépő szintjein problémák merülnek fel. Minden ember a melkizedek istenmaghoz kapcsolódik, bár vannak olyan lények, akik jelenleg emberi testben élnek, és eredetileg más istenmagból származnak. Mivel a melkizedek istenmag egyike azon istenmagoknak, amelyek a legtöbb családi vonalának integritását sértetlenül megőrizték, e vonal képviselői a létkozmikus és egyéb szintjein melkizedek papságként léteznek. Az emberi vonal közvetlenül ettől az Isten magtól származik, és azért jött létre, hogy megoldja a monádikus megfordulás problémáját, amely akkor következik be, amikor az időmátrikban lévő tudatosság elszakad a monádikus létszintjétől. Lást, gazda Matrix, bevezetés a monádba, modul kézikönyv, 5. oldal a monádra úgy is gondolhatsz, mint a forrás és önmagunk aspektusára, amely meghatározza a mintát, amelyből valóságunk minden aspektusa létrejön. Amikor a magatomról vagy az azuraról beszélünk, elkerülhetetlenül a monádról is beszélünk, mivel ezek mélyen összefüggnek, lényegében ugyanannak a dolognak különböző aspektusai. Az isteni nyelvek bevonása, modul kézikönyv, 5. oldal.